És az állatok megszállott szeretetével megyünk tovább. Köszöntjük a stúdióba Tóth Tibort, Tibor, a Magenzónak a tulajdonosát. Jó reggelt kívánunk! Hogyan jut az embernek eszébe egy magánállatkertet létrehozni? Most tudom, hogy éppen nem pont ez a legfontosabb az önök mindennapi működésükben, de az alapvetően a Bodzoli elmondta, hogy hogyan lett egy álomból állatbefogó, vadállatbefogó, egy magánállatkert. Miből indul el? Minden gyerek így készül, hogy állatkertigazgató lesz, vagy tulajdonos. Tehát én szerintem mindenki nagyon szereti, én is hazahordtam mindent, anyám el akart zavarni otthonról. Úgyhogy ez egyértelmű, hogy onnantól kezdve. Engem úgy csodort az élet, hogy sikerült közel kerülnöm ilyen egzotikus állatokhoz, és ez amikor az ember lelke találkozik ezekkel a csoda lényekkel, akkor nincs visszaút. Hány állatuk van különben normális? Hát most pillanatnyilag csak 400-nál valamivel több, de főleg nagy állatok, tehát nem görények és ilyenek, hanem főleg bengáli tigrisek, szibériai tigrisek, hótigrisek, fehér oroszlánok, tehát főleg olyanok, amik máshol nagyon ritkán láthatók. No, és beszéljünk most egy kicsit arról, mert persze fantasztikus az önök programja, meg állatkertje, de hogy alapvetően azért nehéz helyzetben vannak. Igen, hát ha onnan indulunk ki, hogy ugye az éttermek is nehéz helyzetben vannak, de ott nagyon egyszerű a dolog, mert lekapcsolhatom a villanyt, tehát az áramot, a vizet, a gázt, mindent, elküldhetem a dolgozókat. Azért egy állatkertbe, amikor 4-500 állatot el kell látni, néhol sokkal többet, ott azért az embereket meg kell tartani, a villanyáram ilyenkor sokkal jobban fogy, a víz sokkal jobban fogy, tehát ezeknek inni, enni kell, el kell őket látni, és ez ugyanúgy költséggel jár, és nem lenne probléma, hogyha mondjuk ugyanúgy részesülhetnénk, mint az összes többi állatkert, amit az önkormányzatok tartanak fönn, de nekünk csak a belépőjegy van, és mivel ugye most már, hát ha úgy számoljuk, akkor 7 hónapja zárva, és a legjobban az a legfájdalmasabb, hogy a legerősebb ünnepnapok, a húsvét, a május 1-e, a március 15-e, amikor megtelik az állatkert, és az állatkertnek a bevételének, az éves bevételének a felét adják ezek az ünnepnapok, ezek elmaradtak. Mennyi ételt esznek meg az állatok? Mennyibe kerül a 400 állat napi élelmezésre? Igen, a kiadásra viszinten. Naponta nem tudom megmondani, nagyon sok tetemes, ha csak így nézzük, hogy naponta 200 kiló hús fogy el a nagymacskáknak, de a havitartásuk az nagyjából ilyen 5 millió forint körül van a rezsink. Semmi más nem csináltak, csak életben tartotta őket 5 millió Igen, forint. Hát ebbe azért én beletettem most itt ugye a munkabéreket és hasonlókat, úgyhogy nagyjából nekünk ez egy 5 millió forintos tétel. Ez aránylag egy kicsit étel szerintem a nagy állatkertekhez képest, de ez egy magánkézben lévő állatkert. És miben reménykednek, vagy mire számítanak egyébként? Most persze tudom, hogy ez némi segítséget, ezt mondja el, hogy kik segítettek önöknek, és az meddig elegendő? Amikor én ezt elkezdtem, akkor engem mindenki bolondnak nézett. Ezt a szorít nagyon sokan ismerik. És sajnos nekem mindig azt mondták, hogy ez nem jó, ez abba kéne hagyni, ezt nem kéne csinálni. És én mindig elhittem ezt, hogy ez tényleg valami nagyon rossz lehet. És most nagyon meghatódva tapasztaltam azt, hogy mégis kellünk az embereknek. Iszonyatosan nagy összefogás jött létre, nagyon szeretik a felsülősi állatkertet. Igaz, hogy nem több mint 100 000 látogatónk van évente, de ez a megmozdulás, ami most itt Magyarországon volt, ez példaértékű. Közösségben, vagy a közösségi médiában kért segítséget, vagy a ottani helyi közösség támogatta önök? Én a hivataloktól szerettem volna, és nem is akartam róla beszélni, nem akartam, hogy megírják, és egy újságíró megírta ezt, és megígérte, hogy ő a hivatalok figyelmét fogja fölhívni, de helyett a magyar állampolgárok jelentkeztek, a régi vendégeink, az új vendégeink, azok, akik még nem voltak nálunk, kicsik, nagyok, mindenki összefogott, és most úgy néz ki, hogy segítettek. Mennyi nekünk időre elegendő az a támogatás, amit most megkaptak ebből a közösségi összefogásból? 2-2,5 hónapra. De az tűnik, hogy akkor mondjuk még a március-áprilissal nagyjából rendben vannak, ha nem történik változás, ha nem történik nyitás, akkor... Én bízok az agrárminiszterbe. Most valami megmozdult, úgy értesültem róla, bár nem tudom a részleteket, de a magánállatkertek is valamit majd részesülnek valamiből, hogy ezt és milyen formában ezt nem tudom. Ez most egy ígéret, lehet, hogy olyan lesz, mint a többi, de bízunk benne, hogy talán segít. Itt az a probléma, hogy egy újabb télnek megyünk neki. Tehát ha most 2-3 hónapra kinyitunk, akkor megint egy téli 4-5 hónap lesz, amikor az ember nem járkál állatkertbe. Úgyhogy... Hát ezt nem tudjuk egyébként, hogy milyen változás hoz majd az életünkbe, de tudja, mi jutott ez eszembe, hogy miután most az koncertek, meg minden színház, minden online térbe költözik át, önöknél nincs ilyen
lehetőség? Most tudom, hogy ez egy ilyen egyszerű megoldás, de hogy bekamerázzanak egy csomó állatot, és mondjuk az ember legalább online térben nyomon tudja azt követni, hogy milyen napjuk van, vagy mit csinálnak. Megoldható, igazából minden megoldható, ami pénzt hoz, mert nekünk nagyon fontos. Ugye mindig valamit el kell adnunk ahhoz, hogy, és akkor lehet ez az online kérdés, de az a baj, hogy nincsen kapacitás. Ugye 9-en dolgozunk összesen, igen. 11-en dolgoztunk, 2 dolgozót elküldtünk, ez is egy spórolás volt. De most már nagyon kellene, hogy visszajönnek, mert most már fáradnak az emberek, föl akarnak mondani. Hogyan segíthetnek még az emberek, azt árulja, vagy mondja el? Hát, ha támogatnak bennünket mindenképpen. Van egy bankszámlaszámunk? Igen, ugye? Egy bankszámlaszámunk van, amit közé tettünk, ami az állatkert támogatható így. Igazából takarmány már nem nagyon kell, tehát abból van elegendő nekünk, de hát sok vihart megéltünk, de ez most nagyon nehéz tényleg. Illetve van egy könyvük, ez a magánzó sztoriról önmagából, úgyhogy aki ha ezt szeretné megnézni, ezt is megnézheti, illetve itt még többet megtudhat önökről. Nagyon szépen köszönjük, közben megmutatom a könyvet. Köszönöm. Itt látta a magánzó sztori, Tóth Tibor könyvé. Köszönjük szépen, hogy itt volt a ma reggel. Köszönjük.